Agrohét, a hét agrár hírei. Agrohét című híradónkban ezúttal is a hét legérdekesebb agrár témáit gyűjtöttük össze. Rekordösszegű támogatásban részesül az agrárium, amellyel a magyar gazdatársadalom a következő évek nagy nyertesévé válhat, mondta dr. Nagy István agrárminiszter egy videóban, amely a kormány hivatalos Facebook oldalán jelent meg. Fórián Zoltán, az Erste Agrárkompetencia Központ vezető agrárszakértője az agrárhitelezésről és a mezőgazdaság aktuális kérdéseiről beszélt. Az év agrárembere 2020-as díjkiírásának kategória támogatói közül ezúttal a Mastergood kisvárdai üzemében látogattuk meg Bárány Lászlót és Bárány Pétert. Az Agrowoman eheti beszélgetésében Tóth Diana egy fiatal méhész látott vendégül Délich Kitti személyében. Törös Ramóna vagyok, lássuk a heti témákat. A magyar gazdatársadalom a következő évek nagy nyertesévé válhat, mondta dr. Nagy István. Az agrárminiszter kiemelte, a mögöttünk álló nehéz időszak világosan megmutatta, hogy az agrárium életbevágóan fontos szerepet játszik az ország ellátásában. Éppen ezért, mint fogalmazott, igazi örömhír, hogy a magyar mezőgazdaság soha nem látott lehetőségek előtt áll. Ezen álláspontját Jakab István, a MAGOSZ elnöke és gazdák is megerősítették. A mögöttünk álló nehéz időszak világosan megmutatta, hogy az agrárium életbevágóan fontos szerepet játszik az ország ellátásában. Éppen ezért igazi örömhír, hogy a magyar mezőgazdaság soha nem látott lehetőségek előtt áll. Az uniós közös agrárpolitika vidékfejlesztési pilléren keresztül ugyanis több mint 4000 milliárd forintot fordítunk a mezőgazdaság és az élelmiszeripar megújítására a következő 7 évben. Nem csak az összeg történelmi, hanem az is, hogy a kormány az eddigi 17,5% helyett 80%-os nemzeti társfinanszírozást biztosít az uniós vidékfejlesztési forrásokhoz. A tisztán uniós jövedelempótló támogatások felhasználásával pedig csaknem 3300 milliárd forinthoz juthatnak még a termelők. A magyar gazdatársadalom így a következő évek nagy nyertesévé válhat. Mi minden nap ezért dolgozunk. A magyar gazdák számára a nemzetközi, a hazai verseny hatalmas kihívásokat jelent. Az uniós költségvetés időszaka megkezdődött, fontos az, hogy minden rendelkezésre álló forrást igénybe tudjunk venni. Ahhoz, hogy hazai, uniós és nemzetközi szinten versenyképesek legyünk, versenybe tudjunk szállni, jelentős mértékben a gazdaságokat korszerűsíteni. Fontos az, hogy a birtokokat rendbe tegyük, fontos az, hogy a legkorszerűbb tudást hasznosítsuk, fontos az, hogy a korszerű technológiákat, a precíziós gazdálkodás minden elemét használjuk. Ehhez komoly beruházásokra, komoly fejlesztési összegekre van szükség. A magyar kormány az eddigi 17%-os nemzeti támogatás helyett az adható maximumot, 80%-ot biztosít az uniós források mellé. Ez azt jelenti, hogy amennyiben képesek leszünk jó célokat meghatározni, korszerű, komoly tervek alapján a legkorszerűbb technológiát alkalmazni, és igénybe veszünk minden egyes uniós centet, akkor leszünk sikeresek. Ehhez összefogásra családon belül, összefogásra gazdaközösségen belül, összefogásra nemzeti és Kárpát-medencei szinten van szükség valamennyi magyar gazda számára. Vállalkozásunk Hajdú-Bihar megyében családi vállalkozás keretében működik. És természetesen ennek az egyik pillére a családi együttműködés, amiben a négy fiunknak nagyon fontos szerepe van, hiszen van kinek átadjuk azt, amit mi megalapoztunk, megteremtettünk. A további sikerekhez szükséges az a kormányzati támogatás, amiből már igénybe vettünk, és amiben a további fejlesztési elképzeléseinkben is igénybe szeretnénk venni. Ezeknek a támogatásoknak köszönhetően sikeresen tudjuk azt az elképzelésünket megvalósítani, hogy a termőföldtől az asztalig egészséges élelmiszereket teszünk le rövid ellátási láncban a fogyasztók asztalára. Sok lehetőség van az agráriumban a fiatal generáció számára, ezért is nagyon fontos, hogy a nagyszülők, szülők által létrehozott gazdaságot tovább vigyék. Ezért is nagyon fontosak a támogatások, amelyeket Magyarország kormánya biztosít. Ezeket köszönjük hálásan a fiatal gazdák nevében is. Fórián Zoltánnal nem lehet úgy leülni beszélgetni, hogy ne legyen nem, hogy napra, hanem percre kész a mezőgazdaságot érintő kérdésekben.
az Erste Agrárkompetencia Központ vezető agrárszakértője, az Agrotrend honlapon is rendszeresen publikáló agrárszakember eddigi életútja mellett az agrárhitelezésről és a mezőgazdaság aktuális kérdéseiről is beszélt Mátrai Zoltánnak. A bank tudjon agrárszakmai tanáccsal is segítségére lenni a mezőgazdasági ügyfelének, egyszerűen azért, mert a mezőgazdasági ügyfél annyi sok érdekelt partnerrel rendelkezik, aki érdekelt abban, hogy műtrágyát, gyárt, hogy gépet, és itt a minden terményt, magot, bármit elegyen, kell neki egy olyan, ahova függetlenként oda megy, aki nem akarja tőle olcsón megvenni a búzáját, aki nem akarja olcsón eladni neki a tenyésztojását, nem kell ezt ragozni, a bank egy ilyen. Én ugye a pályám során körbeültem az asztal, tehát voltam például programozó, tehát az egyik 4-7 éves ciklusnak a akkori agrárminiszter felkért, hogy a programozásában vezessem az élelmiszeripari tímet. Képviseltem agrárcégeket bankokkal szemben, bankokat agrárcégeket szemben, és úgy gondoltam, hogy végre, hogy körbeértem ezen az asztalon, most már van elég rálátásom arra, hogy kezdeményezzek egy ilyet, és valóban volt egy szektor, ahol egy pénzintézeti szektor, ahol erre nagyon komoly lehetőséget kaptam, mert csak úgy váltottam annak idején, hogy ha megkapom erre a koncepcióra a szabad kezet, megkaptam, el is mentem a takarékbankba dolgozni, és aztán pedig az idő, a történelmi események úgy sodorták, hogy aztán pedig a 3 év múlva az ERSZT-hez kerültem, és most az ERSZT-ben egy nagyon érdekes szituációban tudom ezt a koncepciót tovább alkalmazni, hiszen az ERSZT egy olyan 200 éves pénzintézet, még egyszer mondom, 200 éve már ezzel foglalkoznak, és ugye a Monarchia 7 országában tevékenykedünk, és ez egy olyan stabil alap, ahogy az a 15 emeletes ezt a székházott a Dunapartjánál, legalább olyan stabilan állunk az agrárfinanszírozásban is az élmezőnyben, és ehhez nagyon jól illett az a koncepció, amit én hoztam, vagy vittem oda is, és nagyon lelkesen fogadták az értékesítő kollégák, a vezetők is, és hát ennek nagyon szép eredményei is vannak. Nagyon nehezen kezelhető, ezt be kell látni őszintén, nagyon nehezen kezelhető ez a rendszer, ahol egyszerre őstermelő, vezérigazgató és sokféle pozíciójában mindenféle kedvezményt szeretnének elérni, csak éppen nem szolgáltat adatot. Tehát azért egy egyszerű SZIA bevallásból lássuk be, elég nehéz jó ratinget, elég jó hitelminősítést készíteni. Azért nagyon forró a téma, ma délelőtt is egy csomó ilyen problémát kellett kezelnünk. Tehát ez egy nagyon meleg téma. Nagyon meleg téma, és csak reményeink vannak arra, és nagyon reménykedünk benne, hogy ez az új modell, amit most az elmúlt 2 évben ugye a kamara vezetésével kialakult, ez fog ebben segíteni, mert nagyon komoly szemléletváltásra van szükség ezeknek a gazdálkodói körnek, hogy a fejlődéséhez láthatóbbá kell válnia. Muszáj, hogy láthatóbbá váljon. Nem csak a kedvezményekben kell gondolkodni, hanem abban is, hogy hogyan tudom láthatóbbá tenni a tevékenységet, mert az a finanszírozható része. Vagy maradok abban a körben, ahol most mozgok, és akkor megelégszem azzal, de aki haladni akar, és már pedig azt gondolom, hogy a mezőgazdaságban a fejlődés üteme olyan elképesztő gyorsulást mutat jelenleg, hogy nem szabad abban gondolkodni senkinek, hogy a mostani kis kerítésén belül hogyan fogja tudni ezt fenntartani. Aki nem halad, az annak vége lesz. És ebből egyébként nagyon komoly koncentráció áll. Tehát mint elemző is hadd szóljak hozzá, mert alapvetően ugye 30 éve agrárpiaci elemzőnek hallom magam. Én azt gondolom, hogy most egy olyan fordulat, akár 2021 lesz egy ilyen év, amikor a mezőgazdaságban és egyébként az élelmiszeriparban is a koncentráció növekedése komoly fokozatot fog váltani és fel fog gyorsulni. Az év agrárembere 2020-as díj kiírásának kategória támogatói közül ezúttal a Mastergood kisvárdai üzemében látogattuk meg Bárány Lászlót és Bárány Pétert. Az a különleges helyzet állt elő, hogy a zsűri döntése alapján Péter az agrárinnováció kategória döntős jelöltje is egyben, így a támogatás és a verseny fontossága mellett a cég innovatív mivoltáról is szó esett. Az egyik ilyen innováció vagy újdonság a tanyasi csirke piacra bocsájtása, mellyel manapság a különböző média hirdetésekben sűrűn találkozhat a fogyasztó.
Abban a különleges helyzetben vagyunk az Év Agrár Embere 2020-as díj kiírásában, hogy jobbban egy kategória támogatót köszönhetek, balomon pedig az Agrár Innováció kategória döntős jelöltjét. 2-1 beszélgetést készítünk most, illetve 3-1, de nem én fogok ilyen sokat beszélni. Először a kategória támogató felé fordulnék, és Páray Lászlót kérdezném arról, hogy egy negyedik alkalommal kerül sorra arra, hogy a Master Gouda feldolgozó élelmiszer kategória támogatója. Milyen tapasztalatokkal vágtál neki ennek az évnek? 3-1, az már majdnem 4, ahogy mondtad, de úgy is mondhatjuk, hogy 3 a magyar igazság, 4. a ráadás. Hát ez tényleg ez a 4. év, ennek nagyon ráadás jellege volt, hisz az egész életünket, az egész gazdálkodásunkat és a gazdasági tapasztalatainkat is hihetetlen módon felturbózta a 2020-as év. Mégis azt mondom, hogy jól zártuk a tavalyi évet, és büszkén mondhatom, hogy az élelmiszeripar, benne nem csak a mi vállalatcsoportunk, hanem más egyéb sikeres élelmiszeripari vállalkozások is állták a sarat. Ez lehetőséget biztosított arra, és ezt a lehetőséget a jövőben is fel kívánjuk tartani, hogy minden ilyen színvonalas rendezvényt, ahol a magyar agrárium, benne a magyar élelmiszeriparra legjobbjai összemérik képességeiket, tudásunkat, ott álljunk támogatónként, szponzorként, és ez nem is lehetne szebb dolog, mint azt mondom, hogy mához 5 évre is ugyanerről beszéljünk. Bízom benne, hogy így lesz, és akkor a legjobbak egyikéhez fordulnék. Péter, Agrár Innováció, mondanál nekünk pár szót a cég innovatív tevékenységéről, illetve ebben a te feladatodról? Hát a cégcsoportunkra úgy emblok jellemző, hogy mióta működik üzemmel, azóta folyamatosan innoválunk, és ez gyakorlatilag ez az innováció, ez mindig egy úgy keretkezik, hogy felmerül egy probléma, azt meg kéne valahogy oldani, és az elmúlt években számos ilyen problémát küzdöttünk, leoldottunk meg. A trágya kezelés feldolgozás tekintetében, az alomkezelés feldolgozás tekintetében, illetve most elkezdtünk egy projektet, ami most egy picit félbeszakadt itt a Covid helyzet miatt, mert a közreműködő fél egy barcelonai cég, aki most nehezen tud beutazni az országba, ott egy robotfejlesztésről van szó a broileristálók részére, hogy digitalizáljuk kvázi az állattenyésztést. Én inkább csak bevezetném, beharangoznám a Tanyasi Csirke programját. Egy teljesen új megközelítése a biztonságos és nagyon magas színvonalú és nagyon élvezetes terméknek. Az, hogy ez mitől tanyasi és mitől különleges, az bízzuk a szakterület gazdájára, Péter fiamra, mert az agráriumot ő vezeti a cégcsoportban. Akkor már adom is át a szót. Tehát a Tanyasi Csirke az azért más termék, mint egy broiler csirke, mert más a genetikája, más a takarmányozása, más a tartásának a körülményei. Tehát egy broiler csirkével szemben ugyanannyi grammos a csibe, amikor ki kell a tojásból, viszont közel 2-szer annyi ideig nevelkedik a csirke a broilerhez képest. Még egy broiler csirkét 40-42 naposan levágunk, tehát közel 6 hetesen. Ezeket a csirkéket 11,5-12 hetesen vágjuk le. A másik jelentős különbség az ebből adódik, hogy érettebb a hús, a más a hús szerkezete. Lényegesen kevesebb a szövetek között a víz, ezért más a zamata, más a harapási élmény, úgymond a húsnak kisebb a sütési vesztesége. Agrowoman beszélgetéseink sorában ezúttal Délich Kittit ismerhették meg a nézők. A fiatal agrárszakember a családi méhészetre, szülei tapasztalataira alapozva indult el új utakon, de szüleihez hasonlóan a méhészetet tekinti hivatásának. Vendégem Délich Kitti, méhész, aki elfogadta meghívásunkat és elmondja, hogy mit kell tudnunk a mézekről és a családi vállalkozásukról. Szia Kitti, hogyan kerültél a
termelés körforgásába? Hogyan kezdtél el dolgozni a szüleiddel? Hát a családi méhészetként működünk, szüleim főállású méhészek, tehát apukám és édesanyám is ezzel foglalkozik, már a nagyapám is méhész volt részben, és akkor kb. 5 éve fogalmazódott bennem, 5-6 éve, hogy ezt valahogy meg kellene mutatni, meg tényleg egy nagyon, nagyon szép dolog, és nagyon sokrétű ez a munka, és akkor ugye elkapott ennek az egésznek egy kicsit ez a romantikus vonulata, aztán voltak rózsaszín illúziókkal felfújt lupik, amik hamar kidurrantak, és akkor egy 5 éve, vagyis hát ilyenkor már 5 éve jártam, bejelentkoztam egy OK és méhészképzésre, ezt elvégeztem, tudtam, hogy ezt tehát értékesíteni szeretném a mézet, és szükség volt a képzés során a méhbiológia, a növénytan tekintetében, hogy ezt tanuljam is, de nyilván a legtöbbet azt a szüleimtől tudom tanulni, ha nekik segítkezek, vagy részt veszek a munkafolyamatokban. Nagyon szeretek egyébként személyesen beszélgetni erről, és szerintem nagyon fontos ez az edukációs része, hogy méz édes, megvannak a jótékony tulajdonság, és hogy minden méz egy picit más ízre is, meg beltartalmilag is, tehát hogyha picit tudatosabban elkezdünk utána nézni, akkor így beépítve az életmódunkba, vagy a mindennapjainkba, akkor így jól lehet a mézzel. Mi az a legnagyobb hiba, amit így el szoktak követni az emberek, vagy a vásárlók, amiket hallottál, hogy hogyan használják a mézet? Hát szerintem, ami már nem is olyan hiba, de azt tényleg a mézről tudni kell, hogy 40 Celsius fok fölött úgymond meghal, tehát az értékes összetevője a magas hő kezelés hatására elhalnak, tehát hogy ezért is fontos ez a, hogy ne forró teába, egy picit várjunk, mert hogy akkor csak édesíteni fogja, és például így a jótékony hatásai azok nem érvényesülnek. A méz egy bizalmi termék. Mert tehát nincs rajta az összetevők listája. Én mindig azt tanácsolom, vagy azt javaslom, hogy nézzünk egy picit utána, hogy tényleg honnan jön az a méz, és ha van lehetőségünk, akkor tényleg menjünk egy pluszkört, és akár keressünk egy termelőt, akiről azt gondoljuk, hogy megbízunk benne, és az a méz tényleg jó, mert nagyon nehéz meghatározni azt, hogy melyik az. Igen, tehát annyira sok feldolgozott élmiszer van, és tényleg el lehet benne veszni, hogy most akkor... Szóval tényleg egy bizalmi dolog. Köszönöm figyelmüket! Tartsanak velünk a jövő héten is!